Sziasztok! Ez itt az Okos Otthon Labor második kiadása, ami még mindig a Humi Okos Otthon Központtal foglalkozik. Ebben a részben egy kicsit jobban belemélyedünk az eszköz lelki világába, bemutatjuk sokoldalúságát, flexibilitását és felhasználó barát oldalát is. Kezdjük talán a sokoldalúsággal. A homi központ sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy rengeteg sok kiegészítővel kompatibilis, a teljesség igénye nélkül egy párat felsorolnék. Ha zívéves gyártókat vizsgálunk, akkor ott van a Fibaro, a Zipato, az Aeotec, a Filio és egyéb más gyártók is. Ha Zigbee márkákat vizsgálunk, akkor ott van a Philips Hue, ott van az Inner Lighting, ott van az Ikea, ott van az Ozram, a Yeelight, az Aquara, a Sonoff, a Shelly, a Lifex, és még sorolhatnám. Ha a támogatott platformokat vizsgáljuk, akkor a listán ott van a Google Home, az Amazon Alexa, a Apple-féle HomeKit, és ez ezzel jövő Siri támogatás, IFTT és MQTT kompatibilis is. MQTT-n belül kliens és broker is tud lenni a megfelelő app installálása után. Ha hangrendszerekről beszélünk, akkor több multiroom audio megoldást is támogat. A listán természetesen ott szerepel a Sonos, a Denon, féle Heos, ott van a Bang Olufsen, a Samsung, a Sony. És hogyha zenei szolgáltatásokat vizsgálunk, akkor a Spotify sem maradhatott le, a YouTube Music sem maradhatott le. És a listát nem tudom elsorolni, mert annyi mindent támogat, annyi szolgáltatást támogat, de talán ezzel a kis ö, listával ami a legfontosabb márkákat összefoglalja. Egy kicsit bepillantást nyerhettek, hogy mégis mi minden támogatást élvezhettek, amennyiben emellett, az Okos Otthon Központ mellett teszitek le voksatokat. A videó elején azért hoztam fel a flexibilitást is, mint alap jellemzőjét ennek a központnak, mert a központ tervezői úgy alkották meg a szoftvert, ami fut ezen a terméken, hogy egy adott automatizációt, vagy szint, az tulajdonképpen mindenki a saját megközelítéséből, a saját maga által preferált addonokat, vagy beépített kiegészítőket használva programozhatja le a kívánt automatizmust, vagy szenáriót. De mi is áll rendelkezésünkre? Egyrészt kezelt tegeket a központ. A tegek itt azt jelentik, hogy minden egyes kiegészítőnek, aminek vannak Mért értékei vagy állapotai, amiket kommunikál a központ felé, ezeket tegekként vehetjük, és bevonhatjuk adott logikába, hogy amennyiben ez az érték magasabb vagy alacsonyabb, akkor történjen valami, vagy ha egyenlő, sőt, akár még matematikai számítást is hozzátehetünk, hogyha ez a két érték több, mint valami, akkor valami történjen. Ezt már logikából tudjuk tulajdonképpen megoldani. Van egy logik része is az alapfunkcióknak. A logikkal tudunk ilyen, például ilyen matematikai műveleteket, vagy összehasonlításokat, vagy változókat kezelni. Mert változókat is tudom kezelni, tehát megadhatunk a rendszerünknek változókat, azok lehetnek szövegesek, lehetnek számok, vagy igen nem állapotúak. Erről egyébként maga az Atom, a termék fejlesztője, saját how-to videókat készít, ezt be is fogjuk linkelni nektek a megjegyzés rovatba. Ezeket érdemes átnézni, hogyha valaki el akar mélyedni a Huminak a programozásában de nem mehetünk el amellett sem, hogy magák a programok, ugye a klasszikus okos otthonos ha és akkor felállás szerint programozhatóak, ezeket a rendszer flóknak hívja, és az egyszerűségükben van a nagyszerűségük, de az egyszerűségükből adódóan azért azt el kell mondanom előre, hogy elég sok flót kell leprogramoznunk, egy közepesen bonyolult automatizmushoz már legalább két flóból kell állnia a mechanizmusoknak. És a rendszer természetesen alapvetően, mint minden okos otthon, támogat zónákat, tehát az otthonunkat, házunkat feloszthatjuk szobákra, szintekre, kültérre, beltérre, többféle metodika szerint, de a legfontosabb szerepük a zónáknak, hogyha valamelyikhez hozzárendelünk egy nyitás vagy mozgásérzékelőt, és amennyiben a nyitásérzékelő nyitást vagy a mozgásérzékelő mozgást érzékel, akkor a zóna automatikusan aktívá válik, és utána ehhez is köthetünk automatizmusokat, Például, hogyha a zóna ennyi és ennyi ideje inaktív, vagy ha aktívvá válik, vagy ha inaktívvá válik, akkor mi történjen? Tipikus esete, amikor mozgásra fényt kapcsolunk, teszem azt, és ugye annak idővel le kell kapcsolnia. És végül, de nem utolsó sorban, a felhasználóbarát hozzáállásról, amit a fejlesztők tanúsítottak. Egyrészt ugye már említettem, hogy mobile first, tehát mindent egy ekkora felületen le tudunk programozni, és igen bonyolult automatizmusokat is a felület egyszerűsége ellenére véghez tudunk vinni, be tudunk állítani. De a Mobile first on túlmenően, akár amikor egy zívéves vagy zigbee is, vagy bármilyen kiegészítőt hozzá akarunk adni, akkor eleve a hozzáadás folyamata is igen felhasználó barát. Tehát egyrészt ugye a hálózatunkon automatikusan szkennel az eszköz, és amennyiben lát valami olyan eszközt, amit általa támogatott, de még nincs hozzáadva, akkor azt jelzi nekünk, kérés nélkül. De ha egy zívéves eszköz vagy zigbee is szeretnénk hozzáadni, akkor viszont pontos a termékről szóló ábrákkal vezet minket végig, hogy az eszköz melyik oldalán milyen gombot hányszor és hogyan kell megnyomnunk ahhoz, hogy párosító módba lépjen az az adott kiegészítő, amíg ugye már párosító módba tettük a központunkat. Ezen túlmenően integrált backup funkció van, tehát hogyha előfizetünk egy havi 300 forint környéki összegért az automatikus backup funkcióra, akkor a rengeteg sok hozzá társított eszközünk beállításai, maga a párosításai értelemszerűen, valamint a általunk leprogramozott flók mind bekápolásra kerülnek naponta, ergo, hogyha az eszközünk tönkre megy, összetörik, vagy bármi műszaki hiba miatt ki kell cseréljük, akkor a visszaállításnál tulajdonképpen semmilyen programozási és bonyolultabb üzembehelyezési feladatra nem lesz szükség. Ezen kívül vannak még egyéb funkciók, ilyen például az Insights nevű monitor funkció. Arra szolgál, hogy könnyen áttekinthessük a rendszerhez kapcsolt összes kiegészítőnk összes mért értékét, tulajdonképpen a tegeket, és ezeket diagramokba rendezhetjük, megfelelő tetszés szerinti hozban vizsgálhatjuk, valamint összevethetjük egymással. Értem, ez alatt teszem azt a külső és a belső hőmérsékleteket, ezek változását, egymás alatt láthatjuk, hogy hogyan működött mondjuk a fűtési rendszerünk, mikor kapcsolt, melyik állapotban a kazánunk, és ilyen összefüggéseket tulajdonképpen át tudunk nézni, és utána finomhangolni tudjuk jobban a rendszerünket, mert több betekintést nyerhetünk. Még egy integrált funkció van, ami tulajdonképpen az okos otthonunk energiafogyasztását vizsgálja. Ez a Humi abban az Energy fült. Itt azonnal nyomon követhetjük, vagy otthoni berendezéseink, hány wattot fogyasztanak, mikor mennyit fogyasztottak, mert azok a kiegészítők, amik fogyasztásmérést automatikusan végeznek, azok ide bekerülnek. De ha az eszköz nem támogatja ezt a funkciót, akkor is megadhatjuk, hogy be és kikapcsolt állapotában hány wattot fogyaszt, ergo egy teljesebb képet kaphatunk az otthonunk energia igényéről. És itt a videó végén csak egy perc elejéig szeretném nektek megmutatni, hogy mégis hogyan épül fel egy flow. Mint láthatjátok, a flow egyrészt mappákba rendezhetők, és ha például megvizsgálunk ezek közül egy mappát, azon belül egy egyszerűbb darabot, ez pont a késői érkezésre van kitalálva, tehát a vennél be van téve, hogy rendszerből jövő információ, geolokációt ugye a telefonokra telepített applikáció alapján meghatároz, és kommunikálja a központtal, tehát meg tudja mondani, hogy ha valaki hazaért, és ez napelemente után történik, akkor a kültéri lámpákat a hazérkezés után 30 másodperccel kapcsolja föl. Ilyen egyszerű, de a végletekig bonyolítható, hogyha azt szeretnénk, mert egy jól automatizált otthon jellemzően elég bonyolult automatizmusokon alapul. Jó programozás nektek ha belevágnátok a telepítőket, akik leendő projektjeiket ezen a otthon központra alapoznák, azokat pedig várjuk az accesspoint.hu-n regisztráljanak, támogatjuk őket műszaki tanácsadással és viszontaladó árazással. Egy hónap múlva találkozunk ugyanitt az Okos Otthon ne felejtkezzetek el feliratkozni és megnyomni a csengőgombot. Sziasztok!